Hölgyeim és uraim! Én azt hiszem, hogy a kereszténység esetében ritkán gondolunk arra, még az egyetemi szférában is, hogy az elvont a modern, és itt hangsúlyozom, a modern elvont gondolkodásnak a forrása az nem más, mint a kereszténység. Gondoljunk például ebből egy részre az erkölcsi kérdésekre. Ugye minden nap találkozunk ezzel, és minden nap foglalkoztatnak bennünket ezek a kérdések. Fontosnak tartjuk, hogy... Ja, nem, köszönöm. Nem tudnak fordítani. Fontosnak tartjuk, hogy a világ térségeiben élő keresztények tudjanak egymásról, ismerjék egymás helyzetét, eredményeit, missziójuk tartalmát, ezért is örülünk az érsek úr látogatásának és a későbbi személyes találkozásnak. Európai országai évszázadok óta, és Izrael is már 70 éve, 48-tól 2018-ig, ha számoljuk, egyaránt jó társadalmi laboratóriumok az emberek megismeréséhez, megértéséhez és hát végsősoron elfogadásához. Hasonlóan Izraelhez Európa is feszültség tér, gondoljuk terrorcselekmények, kisebbségek, migrációs hullám és sorolhatnám még, mely határozott válaszokat követel. És itt a határozott választ hangsúlyoznám. Magyarországon földrajzi elhelyezkedéséből adódóan olyan meghatározó kultúrkörök kapcsolódnak egymásra, mint a szláv, délszláv, olasz, osztrák, német, vagy a francia, lengyel és a magyar. Közép-kelet-európai népei a keresztény szellemi terét a 19.-20. Században a germán, a szovjet, valamint az amerikai hatások, nem egyszer infekciók, hát szennyezések, egymásba rétegződése jellemezte és meghatározta azt a képet, ahogyan egymás tudatában vagyunk. Európában a német kultúra hatására gondolkodásunkhoz valamilyen eszmék tapadnak. És erre igényünk is van, de egy pragmatikus amerikai kultúrában általában ez nem jellemző. Az ember-ember kölcsönhatása a drámájának oldásában a vallásoknak jelentős szerepe van. De modern korunkban a mély spiritualitás és a városi köznapi vallásosság már távol került egymástól. Történelmileg a mi társadalmi élményünk mindig magába foglalta környezetünk népeinek, népcsoportjainak hatásait, az egymás közötti konfliktusokat is. 1990 után az értelmiség elvesztette régi társadalmi szerepét, mert szétforgácsolódtak eszméi, elvei, értékei. Két évszázaddal ezelőtt még a marxista-leninista szellemi forradalmak voltak a megdöbbentőek, ma a gyakorlati fundamentalizmus, anarchizmus, terrorizmus. A civilizációk és a kultúrák találkozásánál az élei leolvadhatnak, de sajnos meg is maradhatnak. Történelmi tapasztalatunk, hogy az ember műve embertelenné válhat. Itt, Európa közepén mi magyarok is nagy eszmerendszerek áldozatai vagyunk. Hát gondoljunk a következőkre, a francia forradalomra, a német nemzeti szocialista forradalomra, a bolsevik szocialista forradalomra, valamint járulóiként 1990 után az amerikai pragmatizmusra, amely a pénz, vagyon, érvényesülés, mint a folyamatok lényege jellemezhető. E forradalmak és utánuk következő évtizedek jellemzője az volt, amit a fiatalok ma már alig értenek meg, hogy hatalmas áldozatokat követelt azoktól, akik szellemiségüket képviselték, mert az élet fanatikus szemléletté alakult át. Ezek általában, gondoljunk ilyen fanatikus szemléletekre az elmúlt évtizedekből. Ide a kommunista eszmiséget is sorolhatnánk. E szellemiségek kísérletet tettek az ősi, valamint a keresztény kultúra alapjainak lerombolására, mindegy új kultúrákként definiálták magukat, rázáródtak az emberek tudatára, önkényesen meghatározva nem csak érzelmeiket, gondolataikat, hanem viselkedésüket is. Közel egy évtizede ismét az etnikai kulturális nemzet eszméjének megújulását látjuk, gondoljuk a bosnyákokra, baszkokra, katalánokra, írekre, erdélyi magyarokra. Tradícióban, művészetben, irodalomban, vallásban egyaránt jellemző ez, ami tartalmában nem más, mint a nemzeti lét és a nemzeti identitás visszaszerzése. Európában a sok eltérés között eltérőek, s így társadalmi struktúraképzők, a török, az arab és a zsidó közösségek is.
Nem lehetne kétségeink, a migráns arabok ugyanígy meg akarják tartani etnikai, nyelvi, tradicionális eredetiségüket, és elsősorban nem asszimilálódni akarnak, ami tiszteletet érdemel. Nem félünk a bevándorlási hullámmal érkezőktől, de azt tapasztaljuk, hogy az emberi változatosság, sokféleség nem a végtelen gazdagodás forrása. A menekülés nem csak fizikai talajvesztéssel jár, hanem lelkivel is, és akadálya az arab nemzetépítő törekvéseknek. Az európaiak is a 20. század drámai történelmének következményeként mindent felforgató, szétszakító, drámai, szociális helyzetet és hasonló morális szakadásokat éltek meg. Meghatározója szellemiségeknek az ipari katonai szervezettség, százmilliók tudatának ideológiai vezérlése, és itt a vezérlésre szeretném a hangsúlyt helyezni, valamint élesen szemben áll egymással az individuális és a közösségi szellem. A három faktor tudatosodásos állapotot idézett elő, a szenzitívebb, az érzékenyebb emberek csoportjainál, a szellemi elitnél, és az évtizedek alatt a generációk tudatában fogalmi komplexusokká és hát azonosság tudattá is váltak. A hagyományos értelmiségi csoportok más fogalmi rendszerben más nézőpontokat képviselnek, a polgári uralmi képlet is lehet üres, primitív és barbár is. Ezt látjuk néhány polgári társadalomban. A modern nemzeti eszme értékei az erős állam, az erős önbecsülés és az önérzet. A magyar irodalom és az erős csoporttudat következményeként a Kárpát-medencei magyarság összetartó. Ernest Renan, francia történetíró megfogalmazásában idézem, egy nemzet léte nap mint nap megismétlődő népszavazás. Én azt gondolom, hogy egyetérthetünk ezzel. A 19.-20. századot meghatározó szellemi körképről engedjék meg, hogy néhány dolgot megemlítsek. Az egyik, a szikár, materialista, marxista, leninista, diktatórikus szellemiség, hát itt Marx, Lenin, Stalin, Mao Zedong nevét említhetem, akik a proletár forradalom, proletár diktatúra, társadalom és világrendszer csere, és itt hangsúlyoznám a társadalom és világrendszer cserét, fegyveres internacionalizmus és népirtás, és még lehetne sorolni ezeket az elemeket. Másodszorban említeném a nácizmust, a Hitler fajelmélet, haditechnika, megint csak a népirtás szóba kerül. Harmadik elemként a pragmatizmust, itt a katonatechnikai média effektusokat, Henry Ford, Hearst, McCarthy, aki jogász, tengerészgyalogos volt, és az erős Amerika antikommunizmus tekintetében volt erős. Negyedsorban megemlítem a talmudista kultúrát, Rothschild, pénz, hatalom, befolyás, Freud, neurózisok, traumák, álmok, a zsidó kulturális emlékezet meghatározó traumája, ugye nem más, mint a holokauszt. A kultúra, benne a vallási kultúra, szakrális történelmi. A vallásos ember tradicionális belső élménye ragaszkodni az eredethez, az intellektuális keresztény forráshoz, a Szent Háromsághoz. A vallási jellemzője az ember szemlélete és az emberen való töprengés is. Azé a jövő, aki nem közömbös iránta és akar érte tenni. Számomra ez is üzenete volt Kirill moszkvai patriárka és első Ferenc pápa találkozójának Havannában 2016. február 12-én. A két lelki és egyházi vezető nem csak a keresztények védelmét, valamint a háborúk elkerülését, de az élet megbecsülését is hangsúlyozta. A világ ortodox, valamint latin szellemiségét egyaránt erősíteni kell, segítve a lelki élet gazdagodását. Alapvetően ebből vezethetjük le az egyén és a kollektív identitások történelmi gyökereit, valamint az egyén és a kollektív identitások kulturális, rituális és további kulturális gyökereit is. E két szempont hatástényezője a konfliktusoknak. A sokféleség, ha erős történelmi, valamint kritikus, rituális és más kulturális különbségekkel társul, konfliktus forrássá válik. Nem véletlenül radikalizálódik a gondolkodás már a nagyobb csoportoknál is. A multikulturális társadalom gyakorlata megbukott, olyan politikusok szerint is, mint az angol miniszterelnök, a német kancellár vagy a francia elnök. Egy adott társadalom nagy kultúráján belül mindkét erős tradíció, a nemzeti és az iszlám mint részkultúra egyenlőértékű ugyan, de nem lehet egyenlően is kezelni, mert nem kívánt és váratlan megjelenését
követve azonnal zavart viszonyokat teremt. A morális helyzet egyensúlyának sajátossága, hogy a történelmi tradíció, az élet és a morál szervező elvei, valamint a döntések koherensek legyenek. Az ipari kor ideológiái széttörték az ember valódi szellemiségét, zavarták, stigmatizálták, megbélyegezték tradicionális népi keresztény szellemiséget, amit szellemnek neveztek el. A keresztény szellemiségben van hely a valóság számára is, ezért, mint menedékhely napjainkban ismét megélénkül, mert jellemzője tudatosan újraalakítani önmagunkat, mindig készen a tanulásra, a tevékeny emberi életre. Az emberi értelem azt sugallja, hogy a kultúrákban kell valami gátnak is lenni. Az egyetemi oktatás sokat tehet ennek felismeréséért, változást kellene elérni azonban a szellemi fogyasztóképesség és a szellemi kapacitás növelésében, valamint a viselkedési készlet bővülésében. Az oktatás hosszú távon alapozhatja meg a kapcsolatok normalizálását, a dialógus kialakulását, az emberi integrációt. A kialakult helyzet az értékelvi pedagógiát részesíti előnyben, gondoljunk az élet és intellektuális vallási értékekre, a személy és a társadalmi hatékonyság, valamint a civilizációs értékekre. Összegzésként szeretném mondani a következőket. A feladatunk, hogy becsüljük meg azt a keresztény kulturális civilizációs állapotot, amit az emberiség létrehozott, és hiszünk abban, hogy mindez az emberi társadalmi minőség felé is változik. Társadalmi vonatkozásban nincs mindennek megoldása, azaz a világ görgeti maga előtt a felsorolt problémákat. A sokféleség, a sokfélék vagyunk felfogás nem véletlenül keletkezett a térségben, és ez jellemzi az értékeléseket is. A térségben a köznapi élethez, a megmaradáshoz, a túléléshez is kell bizonyos hősiesség, az emberek küzdenek, szenvednek, imádkoznak, egy szóval élnek. A jelenlegi szellemiségben kisebb az eltérés a valóság és a gondolkodás között. Úgy gondolom, hogy az oktatásnak, különösen az egyetemi képzésnek fontos feladata ez, mert a problémák megértésében nem lehetünk biztosak. Gondoljunk az olyan kérdésekre, mint az evangéliumi kultúra és a szekularizáció, vagy a tudomány és a vallás dialógusa, vagy az elektronikus egyház és a videokultúra. A hírfogyasztó közemberek az adatok, vagy a viszonyok fragmentumait interpretálják, és hiszik, kijön belőle valami, gondoljunk a zsidócionizmusra, de nem, ugyanazon klisékben mozognak, s nem jutnak el az összefüggésekig. Az olyan veszélyes gondolatokkal foglalkoznunk kell az egyetemi oktatásban is, és engedjék meg, hogy itt mintegy hetet felsoroljak ezek közül, nem terjed ki sajnos a gyakorlatunk arra, hogy ezeket egyáltalán érintsünk is. Az egyik a magas kockázati csoportokat foglalkoztató eszmékkel, vagy képzetekkel, szükségletekkel. A másik a destruktív előítéletekkel és a feszültséghelyzetek kapcsolatával, melynek elve, hogy a feszültséghelyzetben az előítélet sajnos destruktív tetté válik. Harmadsorban a történelmi aspektusból azokkal az ideológiákkal, amelyeket a történelem már többször megbélyegzett. Negyedsorban a bevett normalitástól, konvekcióktól eltérő extrém gondolatokkal. Valamint a szociális státuszokkal, szegénység és a következményeivel a viselkedésben, vélekedésben és a szociális kapcsolatokban. Hatodsorban a szervezetcsoport identitásokkal, különösen a szektákkal. Hetet sorban viszont az idegenség, ellenségképek, interferenciák problémakörével. Kant úgy vélte, tudni annyi, mint előre látni, de az emberiség a jövő csapdáit a tudományok fejlettsége ellenére sem tudja elkerülni. Az oktatás, de különösen az egyetemi oktatás feladata energiát adni, gondolkodóbbá tenni, a valósághoz közelebb hozni, mélyebben belehelyezni a fiatalokat az összefüggések rendszerébe. Bízunk benne, hogy van remény a feszültségterekben élő keresztények lelki életére, végső soron megmaradására. Köszönöm a figyelmüket!